Meghalt Szilágyi István színművész, akit az ország csak Lópici Gáspárként ismert, saját fia verhette agyon. A férfit őrizetbe vették. A Baptista Szeretetszolgálat programigazgatója majdnem 2 hónapja segítette a művészt. Szerinte nem ez volt az első eset, hogy a fia bántalmazta. A rendőrség emberülés miatt eljárást indított. Rendőrségi szalaggal zárták el a 17. kerületi 10. utca egy részét. Május 3-án egy kora reggeli bejelentésre mentek ki a rendőrök, miszerint egy fiú bántalmazza az édesapját. A kollégáim kimentek a helyszínre, szemlét tartottak, és megállapították azt is, hogy a férfi halálát idegenkezűség bántalmazás okozta. A támadót a kollégáim a helyszínen elfogták, előállították, elszámoltatása jelenleg folyamatban van. Ezt én mondom, Lópici Gáspár? Lópici Gáspárként ismerte meg az ország Szilágyi Istvánt a 70-es években, ez a felvétel pedig néhány napja készült. Valószínűleg ez az utolsó a színművészről. Pénteken voltam itt, és hát igazából fel se tudom fogni, hogy mi történt. Döbbenet. Pénteken hogy volt? Mit lehet tudni az utolsó napjairól? Ugye nagyon sokat segített ön neki. Hát én pénteken itt voltam, takarítottam, hosszú nagy terveink voltak. Én most már hetek óta elkezdtem egy gyűjtést a művész úrnak. Elkezdtem szervezni egy gyűjtést, hogy az volt a tervünk, hogy hát ha nem is az egész házat, de legalább egy-két helyiséget rendbe rakunk. A Baptista Szeretetszolgálat programigazgatóját egy Facebook csoportban keresték meg, hogy tudja. Állítólag a fia agyonverte a művészt. Baric Dezsó a helyszínre ment, ahol, mint mondta, a rendőrség megerősítette neki az információt. Milyen volt a kapcsolatuk? Én csak ezt az 50 napot látom, amióta ide járok. Így előtt én nem észleltem semmit, azon kívül, hogy egyszer-kétszer, amikor itt voltam, Jolika is, meg a művész úr is tiszta folt, kék-zöld folt, volt az arca, és kérdeztem, hogy mi történt, mind a ketten egyhangban mondták, hogy elestek. És mondtam, hogy de ilyen nincs, hogy egyszerre esnek el, és véres volt az arcuk, minden, és akkor a művész úr kikelt magából, és azt mondta, hogy már pedig van. Elestünk, és kész. Pár perccel később a Péter elment otthonról, és akkor a Jolika a kis szerénységével, még szelíd hangjával mondta, hogy hát de most már mondjuk el a Dezsőnek, már megbízunk annyira benne, hogy nem elestünk, hanem megütött a Péter. És a művész úr azt mondta, hogy engem akkor se ütött meg, én elestem és kész. Szilágyi István több tucat színdarabban szerepelt, emellett pedig pályafutása alatt szinte minden évben forgatott egy, de volt, amikor több filmet is. Munkáját több díjjal is elismerték, az utóbbi éveket azonban legalábbis a beszámolók szerint nagy nélkülözésben töltötte. Szilágyi István 82 éves volt.